estét kívánok, köszöntöm Ma Holnap című magazinunk nézőit. Nézzük is egyből, hogy milyen témákkal készültünk mai adásunkba. Sicit ura d'astra, így jutunk a csillagokig, mondja a latin, és tulajdonképpen akár ez is lehetne a mottoja első beszélgetésünknek, mert hogy a Plutó mellett elrepülő New Horizons szonda és projekt részleteivel fogunk első beszélgetésünkben megismerkedni. Aztán Veszprém, Debrecen, Eger és Szeged után Szombathelyen is megrendezték a sikeres uniós pályázatokat előkészítő rendezvénysorozatot, melynek elsődleges célja az információ átadás volt, annak érdekében, hogy a 2020-ig tartó fejlesztési ciklusban minél több segítséget nyújtsanak a kis- és középvállalkozásoknak, illetve jó gyakorlatokkal ismertessék meg az érdeklődőket. Végül pedig szintén egy képzeletbeli utazásra invitálom a kedves nézőket, mert hogy a Kaufbeuren-i testvérvárosnak a Tanzelfestjén járt a szombathelyi önkormányzat delegációja, és erről fogunk műsorunk végén beszélgetni egy kicsit. Tartsanak velünk, azonnal kezdünk! Plutó mellett elrepülő New Horizons szonda igazi tudományos sikernek számít, és tulajdonképpen mindenhol erről lehet olvasgatni, és azt gondolom, hogy érdemes nekünk is egy kicsit beszélgetni róla, és köszöntöm is a stúdióban vendégemet, Kovács Józsefet, az ELTE Gotthard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidisziplináris Kutatóközpontnak a tudományos főmunkatársát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket én is! Ugye azt írták, legalábbis én azt olvastam, hogy a Plutó nagyon messze van, ugye 5 milliárd kilométer, ha jók az információim, vagy jók az emlékeim erről, és ráadásul viszonylag ritkán kerül megfigyelésre alkalmas közelségbe, ha lehet ilyen távlatokba ezt mondani. Most mégis sikerült. Mit lehet tudni úgy általánosságban erről? Ugye ez a nevezett űrszonda, ez a New Horizons szonda repült el a napokban a Plutó mellett, repült keresztül a Plutónak a rendszerén, és ez azért érdekes most a tudományos érdekességeken kívül, mert az utolsó olyan égitest volt a NASA programban, ami mellett eddig még nem repült el űrszonda. A NASA-nak egy régi terve volt az, hogy az összes nagy bolygó mellett elrepüljön űrszonda, az összes nagy bolygót látogassa meg űrszonda. Bár ugye tudjuk, hogy a Pluto már nem tartozik ezek közé, de amikor ez a terv született, akkor még ebbe az osztályba sorolták, és ezzel az utolsó mellett is megtörtént ez az elrepülés. És amellett, hogy olyan új tudományos eredmények születtek, és fognak majd születni belőle, mert még minden adat nincs a kezünkben, ezek még nagyon sokáig fognak visszaérkezni a szondáról, tehát csak ilyen elsődleges, csak a felszínt kapargatta meg még ez a visszaküldött adatmennyiség. Azért is érdekes, mert itt elhangzott, ugye mindenki ezzel foglalkozik az interneten, talán ennél jobb reklámot az űrkutatásnak nem lehet csinálni, mint ahogy ez az elmúlt napokban történt. Tehát ugye az összes internetes oldalon feltűntek ezek a képek, rengeteg mémet gyártottak belőle, tehát az internetes népművészet is elkezdett foglalkozni vele, és ezekben a napokban, még nyilván egy ideig ezért mindenki ezzel fog foglalkozni. Persze aztán le fog csengeni, valószínűleg ez is, mint minden más újdonság, de hogy fognak beérkezni a jobb képek erről a szondáról, akkor valószínűleg megint újra a szárnyára kapja az internetes hírnév a Plutót és a szondát. Ugye ezért érdemes megemlíteni, hogy ennek voltak előzményei, mert hogy elég hosszú az út, tehát tulajdonképpen a 2000-es évek elején indult ez a projekt. Mit lehet tudni önmagában erről a New Horizons projektről? Ugye, ahogy elhangzott, valóban sok utat, nagy utat kellett megtennie, körülbelül 5 milliárd kilométer volt, amíg a Földtől a Plutóig ért a szonda. 2006. január 19-én indult, és ugye több mint 9 évnyi út után most egy-két héttel ezelőtt érkezett meg a Plutó közelébe, de természetesen maga projekt az korábban startolt, tehát ezek azért elég komplex feladatok, és nem úgy van, hogy akkor lőjünk ki egy szódnát a Plutó felé, és akkor levesszük a polcról, és indul a szonda. Tehát ez egy több éves előkészítő fázis előzte meg, bár ahhoz képest, hogy általában mennyi ideig tartanak ezek az előkészítések, ez viszonylag gyorsan ment. Tehát valójában a 2000-es évek elején dőlt el végleg, hogy fog repülni szonda a Plutóhoz, és akkor 4-5 év alatt össze is rántották az egészet és működőképes állapotát, tehát felépítették a szondát, a műszereket megcsinálták hozzá, tesztelték azokat természetesen, és 2006. január 19-én ki is lőtték a szondát, és 9 évig utazott gyakorlatilag magára hagyva, időnként azért kommunikáció, kapcsolatfelvétel
természetesen volt a szondával, de gyakorlatilag maga repült a Plutóhoz, és az utolsó kapcsolatfelvételek az ugye néhány nappal a megközelítése, teljes megközelítése előtt történtek meg a szondával. Milyen technológiát használ ez a szonda? Meg egyáltalán mivel megy, milyen üzemanyag hajtja, hogy bírja ezeket a körülményeket, amik a világűrben ki van téve neki gyakorlatilag? Ugye, 2006-ban indult el a szonda, ezért nem használ későbbi technológiát, mint ami akkor rendelkezésre állt, de a 2006-os technológiaból sem a legkorszerűbbet, akkor a legfrissebbet, ugyanis itt sokkal fontosabb az üzembiztos működés. Tehát, hogy azok az eszközök, amik a szondára kerültek, a szondán telepítve vannak, azok még a lehető legrosszabb körülmények között is nagy biztonsággal működjenek. Talán sokan olvasták, hogy a szondát irányító számítógépben egy PlayStation 1-es játékkonzolnak a processzora dolgozik, az dolgozza fel az adatokat. Természetesen energiaellátásra is kell gondoskodni. Hajtóanyagot is visz a szonda, de ez csak arra szolgál igazából, hogy a közben szükségessé váló manővereket, tehát hogyha kicsit el kell térni az iránytól, akkor azokat a szonda végre tudja hajtani. Miután pályára állt a Plutó felé, ha szabad ezt mondani, akkor az magától megy, tehát ott nem kell plusz hajtóanyag ahhoz, hogy oda elrepüljön, felgyorsították arra a sebességre, és beállították abba az irányba, amerre kell neki menni, és utána repül. Az üzemanyag csak a különböző pályamódosításokhoz szükséges. Egy kis plutónium atomerőmű van a szondának a fedélzetén, ami gondoskodik arról, hogy a műszerek megfelelő energiaellátást kapjanak, illetve arról is, hogy azért ott bent ne olyan hideg legyen a szondán belül, mint a világűr hidege, mert különben nem tudnának működni ezek a berendezések. Egyébként ez egy nagyon alacsony teljesítmény, kicsi teljesítmény, mindössze 200 wattot produkál ez a plutónium erőmű, tehát 2 darab 100 wattos izzónak a teljesítményét szolgáltatja a műszerek számára. Ugyanakkor elég komoly számítások szükségesek ahhoz, hogy pontosan ki lehessen számítani. Tehát, hogy én például otthon a régi megút PlayStation-ömhez nem köthetek 2 villanykörtét, hogy eljusson a Plutóig, azért ennél ez egy sokkal komolyabb történet volt. Mit kell ezekhez tudni, hogy egyáltalán pontosan oda lyukadjon ki az űrszonda, viszonylag közel jusson a bolygóhoz, egyáltalán hogy lehet ezeket kiszámolni? Ez azért mára már egy eléggé bejáratott technika, hogy hogyan kell űreszközöknek az útját a naprendszerben megtervezni, úgyhogy végül is elérjenek a céljukhoz. Persze mögött bonyolult matematikai számítások vannak, ugyanis a naprendszernek sok-sok égitestjét figyelembe kell venni, azoknak a hatását figyelembe kell venni, hogy ezek az eszközök végül is a rendeltetési helyükre érkezzenek meg. Sok esetben, itt éppen nem, de sok esetben aktívan fel is használnak égitesteket, mondjuk a Jupitert vagy a Szaturnuszt, esetleg a Vénuszt, de még a Földet is, arra, hogy a szükséges kezdősebességgel ellássák ezeket az eszközöket. Nincs annyi üzemanyag, amit egy szonda tudna vinni, az sok esetben magával, ami szükséges ezekhez, ezért elviszik mondjuk a Vénusz mellé, és a Vénusznak a gravitációs tere az egy kicsit meglendíti, úgy hívják ezt, hogy gravitációs paritja. Tehát kiröppenti jóval nagyobb sebességgel, mint amekkorával beérkezett, és akkor innen kapja a plusz energiát ahhoz, hogy megközelítse a célját, a végcélját. Tehát, hogy bár egy jól bejáratott technika ez, azért a Plutó nagyon messze van, és én azt hiszem, hogy ez mégiscsak egy nagyon figyelemreméltó dolog, hogy 5 milliárd kilométer megtétele után 12.500 kilométer távolságban haladt el a Plutó mellett ez a szonda. Tehát nem trafált a telibe a Plutót, nem 1 millió kilométerrel ment el mellette, hanem pontosan a terv szerint a 12.500 kilométer, ez a Földnek az átmérője körülbelül. Tehát egy föld átmérőnyi távolsággal haladt el a Plutó mellett, és ugye készítette azokat a képeket, amiket láthatunk az interneten. Ezeknek a képeknek egyelőre csak a kis felbontású változata érkezett vissza, ugyanis a nagy távolság miatt a kommunikáció az nagyon lassú. Ugye itt az előbb arról volt, hogy milyen technika, meg milyen korszerű technika repül a fedélzeten.
a kommunikáció sebessége az jóval lassúbb annál, mint amit mondjuk az első, az internet felívelő korszakában 20 évvel ezelőtt a betárcsázós modemek esetében használhattunk az internet elérésre. Aki foglalkozik ilyennel, vagy figyeli a saját hálózati forgalmát, annak azért mond valamit az, hogy 2 kilobit per másodperc sebességgel jönnek az adatok, ugye gyakorlatilag semmi nem jön egy másodperc alatt. Ezekből kell ugye összeszedegetni azokat a morzsákat, amikből aztán a nagy képek végül felépülnek. Tehát most még csak kis felbontású képek jöttek vissza, ezeken is már nagyon sok minden szépen látszik, de valójában a nagy felbontású képek, amiket a szonda kamerái rögzítettek, meg műszerei rögzítettek, azok egy 16 hónapos időszak alatt fognak szépen lassan visszacsordogálni a Földre. Ugyanakkor már az első képek is, legalábbis azt írják a különböző hírportálok, híradások, hogy már az első képek is alapjaiban megváltoztatják a Plutóról vallott elképzeléseket. Ugye nekünk, laikusoknak nagyon szépek ezek a képek, nagyon édes a szív alakú kráter a Plutón, de ennél többet nekünk nem mond. Ugyanakkor a szakemberek számára azt gondolom, hogy ennél jóval mélyebbek azok az ismeretek, információk, amiket ezek a képek mutatnak. Miben jelent ez forradalmi változást? A mai tudásunk szerint az egész naprendszer az körülbelül 4,5 milliárd évvel ezelőtt alakult ki, és úgy gondoltuk, egészen idáig, hogy a naprendszer szélén, ugye ez a szonda ott jár, a Plutó, meg a hozzá hasonló többi égitest, ezek az olyan törpebolygók, ezek ott kint a naprendszer szélén keringenek, hogy ez az anyag, ami ott van, ezekkel a törpebolygókkal, számos üstökössel, kisbolygókkal, az őrzi azt, hogy milyen volt a naprendszer kialakulásakor az anyag, és gyakorlatilag változatlanul megőrizte ezt. Például a vizet, ugye, amit a pohárban is van, ilyen égitestek szállították a Földre, legalábbis egy részét. És az új mérések vagy megfigyelések tükrében viszont úgy tűnik, hogy ez nem egy ősi 4,5 milliárd éves világ, hanem ennél sokkal fiatalabb. Tehát egy nem változatlan, hanem változó, ma is alakuló, most azt tessék csillagászati értelemben érteni, ma is alakuló világ. A képek alapján a geológusok, nevezzük plutológusoknak akkor most őket, azt mondják, hogy a Plutónak a felszíne az kb. 100 millió éves lehet maximum. Tehát közel sem az a 4,5 milliárdos öreg világ, hanem ennél jóval fiatalabb világ. Zajlanak olyan folyamatok ma is rajta, amelyek ezt a felszínt alakítják, aktívan alakítják, mint ahogy nem olyan léptékben természetesen, mint hogy a Földünk is alakul ugye a vulkáni tevékenység miatt például folyamatosan napjainkban is. Ugye, olvastam ilyeneket, hogy jégsapka fedi a Plutón található hegyeket. Hogy ezt a jeget hogy kell elképzelni? Nem, feltételezem, hogy nem olyan jégről beszélünk, mint ami mondjuk a hűtőszekrényembe található otthon. Ugye, tehát amikor igen, a hűtőbe berakjuk a vizet ugye fagyasztani, tehát vízjeget értünk általában mi az alatt hétköznapokban, amikor jégről beszélünk. Ezekben a távoli égitestekben, de például még közelebb a Marson is, szintén van jég, de annak egy jelentős része az fagyott gázoknak a jege, és nem vízből jött létre. A Plutó esetében is erről van igazából szó. A Plutónak van légköre, amiben elég sok nitrogén van, aztán kis metán, meg még kis széndioxid is van benne, és ezek csapódnak ki az nagyon alacsony hőmérséklet miatt, és fagynak meg a Plutó felszínén, és igazából ezeknek a gázoknak a jégéről van szó, amikor jégről beszélünk. A hőmérséklet az nagyon alacsony. Itt az elején szó volt arról, hogy a Plutó mikor volt kedvező helyzetben az indításhoz, meg hogy odaérjünk hozzá. Ugye a Plutónak a pályája az egy a körtől eléggé eltérő pálya, és mostanában az elmúlt évtizedekben volt legközelebb a naphoz, azóta folyamatosan távolodik ezen az elnyúlt pályán a naptól, és ezért a hőmérséklet is változik, ugye, hogy közelebb vagy távolabb van a naptól. És ez szintén emberi léptékkel talán elképzelhetetlen, ugye a Földön a legkisebb hőmérséklet, amit valaha feljegyeztek, az mínusz 89 fok volt, ha most jól emlékszem, valahol az Antarktiszon. Itt az átlag hőmérséklet az a mínusz 200 Celsius fok, mínusz 180 és mínusz 220 között változik függően a nap távolságtól. Tehát itt nagyon alacsony a hőmérséklet, ahol ezek a gázok, amik a légkörben vannak, legalábbis jelentős részük, az kifagy és a felszínt jégként borítja be.
Olvastam egy ilyet, hogy a Plutónak van egy olyan érdekessége, hogy csóvát húz, mint egy üstökös. Hogy erről mit lehet tudni, és van-e erre vonatkozóan bármi új információ most így, hogy a Plutó az érdeklődés középpontjába került? Igen, tehát ugye ezek a légköri gázok minden bolygóból, még a Földből is, vagy a földi légkörből is távozik gáz a világűrbe. Ugye a Föld elég nagy tömegű ahhoz, hogy a légkörének a nagy részét azt megtartsa, hát ezért lehetséges az élet is a Földön, a Hold például már nem elég nagy tömeg ahhoz, hogy légkört tudja megtartani, nincs is neki légköre, de a földi légkörnek a tetején is, ami ott a világűrrel már határos, ott állandóan távozik el anyag a Föld légkörből, csak nem olyan nagy mennyiségben, hogy ez számottevő lenne. Ugye minél kisebb, a Plutó az egy elég kicsi égitest azért, kb. 2/3 a mi holdunkénak a mérete. Egyébként ez is picit pontosították, mert egy 80-90 kilométerrel nagyobbnak tűnik, mint amennyinek korábban gondolták a földi vagy a föld körüli megfigyelések alapján. Tehát a Plutó légköréből is távozik el gáz, és ez, ahogy a Plutó halad ugye a nap körül, ez egy ilyen, hát kvázi csóvaként, de ez nyilván nem olyan látványos, mint az üstökösök esetében. Az üstökösöknél is csak akkor nagyon látványos ez a csóva, amikor beljebb kerülnek, a nap közelében vannak, és ugye felmelegszik a felszínük, és ezek a gázok, amit egyébként fagyott állapotban vannak, azok azt mondjuk, hogy sublimálnak, ugye, tehát hogy gázállapotba kerülnek, és az üstökösnek a csóvája egyébként csak egy ilyen összehasonlítás, az nagyon, nagyon ritka, tehát nagyon látványos egyébként a Földről nézve, de ritkább, mint a földi vákumoknak, amit a laboratóriumban tudnak állítani. És itt is igazából arról van szó. Annyi az érdekesség talán benne, hogy találtak ebben egy lukat, a Plutó felszínétől ez a légkör, ez olyan állítólag 1600 km távolságig terjed a mérések szerint, és ott közben valahol van egy ritkulás benne, tehát kicsit sűrűbb az elején, utána van egy ritkulás benne, és utána megint egy picit sűrűbb lesz ez a légkör. Ugye beszélgetünk most itt a Plutó légköréről, de ezt nyilvánvalóan nem úgy kell elképzelni, mint a Föld légkörét, amiről így laikusok azt gondoljuk, hogy kimegyünk az utcára és belélegezzük, tehát ez egy egészen más összetételű légkört jelent. Tehát ott nincsen oxigén, ugye, ami nekünk kell a létezésünkhöz. Van elmen nitrogén, ami ugye a földi légkörben is van, de ezt mi igazából nem hasznosítjuk, tehát az érdektelen számunkra az oxigén a fontos. Tehát, de ott akkor sem tudnak igazából, nagyon ritka ez a légkör szintén, tehát akkor sem lenne alkalmas, hogyha mondjuk lenne éppenséggel valamennyi oxigén a légkörében, meg hát ugye beszéltünk már a mínusz 200 fokról, tehát ez nem egy barátságos környezet egyáltalán. Olvastam egy ilyet, ha már még a légkörnél maradva, hogy találtak olyanra utaló jeleket, hogy közös légköre van a Plutónak az egyik holdjával. Hogy erről mit lehet tudni, és ennek mi a jelentősége? Ugye a Plutónak 5 darab holdját ismerjük, ezek közül a legnagyobb az a Káron nevezetű hold, ami már 1977 óta ismert. Én magát a Plutót 1930-ban fedezték fel. Érdemes összevetni az időpontot azzal, amit mondtam a keringésnél. Említhető, hogy 248 év alatt járja körül a napot. Tehát az elmúlt, a felfedezése óta eltelt ugye 85 év során körülbelül a negyedét tette meg ugye a nap körüli keringésének. Na, 1977-ben felfedezték a legnagyobb holdját, a Káron nevű holdját, majd 2005-ben a Hubble űrteleszkóp talált két másikat, a Nix és a Hydra nevezetű holdakat, és 2011-ben, illetve 2012-ben szintén a Hubble-nak köszönhetően még további kettőt, a Styx-et és a Kerberos nevű holdat is megtaláltuk. Ezek már nagyon aprók, tehát ezen néhány 10 kilométer átmérő holdakról van szó. Itt a Káron az ugye, amiről szól, hát ugye az előbb mondtam, hogy ez a légkör, ez elég nagy kiterjedésű. Ugye maga Plutó az olyan 2370 km átmérőjű körülbelül az új mérések szerint, ugye ennél 80-nal volt kisebb a korábbi elképzelések szerint, és van ez a Káron nevű holdja, ami talán olyan közel, vagy olyan közel van hozzá, hogy ebből a légkörbe beleérhet, ugye ez lehet az alapa mögött, hogy ilyen közös légköre lehet. Egyébként nagyon érdekes ennek a rendszernek a keringése, már a Plutó és a Káron keringése, ez egy kötött keringés, ami azt jelenti, hogy a szimulációkon lehet látni, bemutatják, mintha egy súlyzót forgatnánk körbe.
Ilyen kötött keringés van egyébként a közelünkben is, aki már felfigyelt arra, valószínűleg sokan, hogy a Holdnak mindig mi azt az oldalát látjuk már a mi Holdunknak. Az pontosan ennek a megnyilvánulása. A Hold ugyanannyi idő alatt kerüli meg a Földet, mint amennyi idő alatt a tengely körül megfordul. Ezt hívjuk kötött keringésnek, és ezért mindig ugyanazt az oldalát mutatja felénk. Ugyanígy a Káron és a Plutó is ugyanazt az oldalát mutatja egymás felé, miatt a kötött keringés miatt. Rettetesen sokat lehetne még beszélni a témáról, de talán egy gyors kérdésre még van időnk. Ugye az űrszonda nem elmegy, az megy tovább. Mi a következő lépés? Ezt a jövő fogja eldönteni, ugye, akik üzemeltetik ezt a szondát, és az egész projektet kitalálták, működtetik, azok szeretnék, hogyha további méréseket végezhetne a szonda. Átrepült a Pluto holdrendszeren, és megy tovább kifele a naprendszerbe, és ott jönnek ezek az égitestek, amik érdekesek lehetnek. Ugye itt a Plutóhoz hasonló törpebolygók, meg ott a Kuiper-övnek hívjuk ezt a külső részt, annak a jeges égitestjei. Ha megkapják a költségvetési forrást rá, akkor a tervek szerint ezen 2017 körül dőlhet el, hogy valóban megkapják. Nyilván ebben közrejátszik az, hogy az eredmények azok tényleg olyanok lesznek-e, amiket visszaküld a szondaképeket, azok milyen minőségiek, tehát mit lehet az egészből kihozni az eddigi mérésekből, akkor van esély arra, hogy megkaphatják, és akkor már célpont jelöltek is vannak, két égitest ott a naprendszer külső részében, akkor azokat fogja a szonda megvizsgálni, de ez legkorábban 2019-2020 környéken lehet, ugyanis ugye 5 milliárd kilométert ment a Földtől a Plutóig a szonda, ehhez kellett neki 9 év. Ezekhez az égitestekhez, amiket szeretnének megvizsgálni még a kutatók, még 1,6 milliárd kilométert kell a szondának megtennie, tehát ahhoz is idő kell még. Ha sikerül, akkor az onnan származó eredményeket pedig 2019-2020 környékén várhatjuk. Közben pedig szorgalmasan fogja visszaküldeni remélhetőleg minden hiba nélkül a Plutó megfigyelése során nyert nagy felbontású képeket és adatokat. Mi pedig nézni fogjuk majd ezeket a képeket. Remélem, hogy a Plutó továbbra is az érdeklődés középpontjában marad, legalábbis még egy darabig, amíg új képek lesznek. És köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kedves nézőink, mi pedig megyünk tovább, visszatérünk a következő bejátszónkban a Föld nevű bolygóra, mert hogy a sikeres Európai Uniós pályázatokat előkészítő rendezvénysorozaton jártunk, és erről készítettünk egy kis bejátszást, ezt tekinthetjük meg most. Elsősorban uniós forrásokra pályázó vállalkozókat, vállalkozás indítás fontolgatókat, de a szélesebb közönséget is várták a roadshow-ra. 12.000 milliárd forint uniós forrás érkezik Magyarországra 2020-ig. Ennek a felhasználási szabályaival is megismerkedhettek a résztvevők. Két nagyon fontos célt kell az egész országban figyelembe venni. Hogyan leszünk képesek hosszú távon fenntartható piaci munkahelyeket teremteni, és hogyan leszünk képesek egyre több magyar gazdasági szereplőt nem csak a hazai versenyben megerősíteni, hanem abban is, hogy a világpiacon is meg tudja jelenni, akár a régió országaiban gondolunk, Szombathely esetében az osztrák piacnak az elérését jelentheti. Az első napon fejlesztéspolitikai szakelőadásokat tartottak a Városházán. Itt volt az uniós fejlesztésekért, illetve az uniós források felhasználásáért felelős államtitkár, továbbá a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is. A jelenlevőket Hende Csaba honvédelmi miniszter, országgyűlési képviselő és Puskás Tivadar köszöntötte. Ezen rendezvény keretében elmondhatjuk azt a múlt tapasztalataira alapozva, hogy mi lesz a jövőben. Azokat az irányokat, amelyek a város fejlődését meghatározzák, azokról beszélünk. Itt elsősorban a gazdaságfejlesztésről van szó, a kis és középvállalatok fejlesztéséről van szó, az építkezésről van szó, a jövőről van szó. Másnap sikertörténetek bemutatásával folytatódott a program. Olyan vállalkozók, cégvezetők tartottak előadást, akik a saját területükön kiemelkedő eredményeket értek el, és személyes életútjukkal motiválhatják a többieket. Magyarország egy a mennybánya, én pedig azt mondom, hogy ez így van. Csak kérdés, hogy tudunk ezzel élni.
egy kis tejfeldolgozó műhelyből országos hírű vállalkozást épített Cserpes István az elmúlt 20 év alatt. Az induláskor még nem léteztek hasonló támogatások, ma már azonban olyan pályázati lehetőségek állnak a vállalkozások előtt, amit ki kell használni, mondta el. Amikor mi kezdtünk, akkor még az is csoda volt, hogy egyáltalán bankhitelt kaptunk nagyon komoly kamatra. Aztán, amikor az új üzemet építettük, ott volt egy ilyen Földművelés és Vidékfejlesztési Minisztériumnak egy céltámogatása, azt sikerült megcsípnünk, illetve energetikai beruházásra is sikerült biomassa kazára egy összeget elnyernünk. Én azt mondom, hogy ha van reális cél, és nem csak egy költőpénzt vagy valami mondva csinált célt akarunk azért, mert van pénz rá, akkor jól működik. Attól azért óva intenék mindenkit, hogy ettől úgymond elszálljon, hogy most van pénz, bármit beruházhatunk, mert annak akkor is értelmesnek kell lenni, hogyha van rá pénz. A jelenlegi uniós ciklusban elnyerhető támogatások nagy segítséget jelentenek a vállalkozások számára munkahelyteremtéshez és fejlesztésekhez. A legfontosabb az, hogy mindig a piac igényeire válaszoljunk. Mindig olyan dolgot csináljunk, amire szükség van, és az ügyfeleket tekintsük tényleg királynak, és az ő elvárásainak maximálisan próbáljunk megfelelni. Mindig az ő problémáira adjunk választ, és ne csak a feladatainkat oldjuk meg. És ami nagyon fontos talán, hogy óriási mennyiségű pénz áll rendelkezésre, ami itt van a magyar KKV szektornak. Mindenki azzal a felelősséggel menjen a pénzosztó helyhez, hogyha felvesz egy forintot, abból teremtsen vagy új munkahelyet, vagy ő neki legyen nagyobb profitja. Tehát úgy ne költsünk el pénzt, hogy nem jön létre belőle egy újabb adófizető munkahely, és munkahely csak az, ami adót is fizet. Vagy ne jöjjön belőle létre esetleg a vállalkozásunkban növekedés, vagy ne jöjjön létre belőle újabb profit, amit vissza tudunk forgatni a vállalkozásba. De azt gondolom, hogy a kormánynak a 2014-20-as stratégiája, ez a fajta mennyiségű pénz, ez minden dolgozni akaró, dolgozni szerető vállalkozásnak ad lehetőséget, hogy fejlődjön. Az előadás sorozathoz kapcsolódóan a főtéren családi játékprogramokat szerveztek. 5 állomásos szuperhős akadálypályán mehettek végig a vállalkozó szellemű gyerekek, ahol ügyességüket és kreativitásukat tesztelhették. Kedves nézőink, a következő percekben képzeletben a festői szépségű Bajorországba, azon belül is Kaufboy Rembe fogunk kalandozni, legalábbis egy beszélgetés erejéig, és köszöntöm is a stúdióban vendégeimet, Puskás Tivadar Szombathely megyei jogúváros polgármesterét, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Valamint Kántár Zoltán városi képviselőt, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye a mai beszélgetésünk apropója az, hogy nemrég, sőt mondhatjuk azt is, hogy éppen hogy megérkeztek Kaufboy Remből. Mi volt a mostani látogatásuknak az apropója? Ugye ilyenkor júliusban van a Tanzelfest Kaufboy Remnek a legnagyobb ünnepsége, és erre minden esztendőben meghívnak sok mindenkit, és meghívják Szombathely megyei jogú város küldöttségét is. Egyébként Szombathelyről többen voltunk többféle mezben, többféle szervezetet képviselve, ez most már hagyomány, jó ideje. Kaufbeuerről talán annyit, hogy a Schwab közigazgatási terület Bajorországban annak a harmadik legnagyobb városa, olyan 40 ezer körüli lakosa van, és való igaz, egy festői szépségű kisváros. Ebben talán Kántás úr is meg tud minket erősíteni. Ha jók az információim, akkor először látogatott el a bajorországi városba. Mit tapasztalt ott? Kapcsolódva a polgármester úr szavaival szeretném megerősíteni, hogy gyakorlatilag az egyik legrégebbi és talán a legintenzívebb testvérvárosi kapcsolatot éppen Kaufboy Remmel ápoljuk, és ilyen minőségében számomra külön megtiszteltetés volt egyébként, hogy ennek a delegációnak a tagja lehettem. Magáról az utazásról és az ott eltöltött napokról csak szuperlatívuszokban tudok beszélni. Olyan kellemes benyomásokat sikerült szereznem, egyrészt az ott élő emberekről, arról a kultúráról, és gyakorlatilag azokról a hagyományokkal, amikkel ők rendelkeznek, ami azt gondolom, hogy hosszú időre feltölti az embert. Külön ki kell emelnem azt a szeretetet és tiszteletet, amit egyébként az egész hétvégén felénk nyújtottak vendéglátóink. Meg hát
Azt is el kell akkor mondani, hogy nem csak ők voltak nagyszerűek, hanem hát az úti társadalmi is. Így van, így van. Hát gyakorlatilag minden résztvevő, aki a delegációnak tagja volt, nagyon, nagyon kellemesen érezte magát, és nagyon jó benyomásokat szereztünk. Említette, hogy az egyik legrégebbi testvérvárosi kapcsolat, és polgármester úr talán ebben meg tud erősíteni, de mire vezethetőek vissza a gyökerei ennek a kapcsolatnak? Honnan indult ez az együttműködés? Hát régről indult, akkor most a legutóbbi időkről beszéljünk, ugye 1991-ben akadt össze a két város alapjában véve a pápa látogatás kapcsán. Emlékezetes, hogy 1991. augusztus 19-én volt itt Szombathelyen II. János Pál pápa, és korábban Szent Márton révén a két plébánia, az itteni Szent Márton plébánia, illetve az ottani Szent Márton plébánia vette föl egymással a kapcsolatot, és innen eredezik először a plébániák, aztán utána pedig a városnak a kapcsolata. 1992 volt az esztendő, amikor aztán aláírták a testvérvárosi szerződést. Azóta is én úgy gondolom, hogy ezzel a településsel a legintenzívebb a kapcsolatunk, rendszeresen látogatjuk egymást. És ugye a testvérvárosi kapcsolatnak az a lényege, hogy nem csak a városvezetők látogatják egymást, meg aláírják a szerződést, hanem vannak civil és intézményi kapcsolatok. Tűzoltóság például esztendők óta, 10 esztendők óta kapcsolatban vannak egymással. A sportterületén például a vívó akadémiák kapcsolatban vannak egymással. Egy tudom én, szombathelyi kötélugrók rendszeres vendégei Kaukbajrennek, ahogy az artistika Anamkára, az egy ilyen tűznyelő, meg tüzes együttes, ők pedig rendszeresen jönnek Szombathelyre. Tehát a lényege ennek a testvérvárosi kapcsolatnak, mint ahogy minden testvérvárosi kapcsolatnak, hogy a városvezetők, politikusok megkötik ezt a szerződést, de igazában tartalommal ezek a különböző civil szervezetek, intézmények közötti kapcsolatok azok, amelyek élővé teszik ezt. A polgármester úr említette, hogy civil együttműködések vannak, és fel is villantott egy-két illusztris példát arra vonatkozóan, hogy kik és mikor jönnek ide, illetve innen Szombathelyről mikor mennek át Németországba, de hogy bővebben lehet-e tudni még egyéb ilyen kezdeményezésekről, együttműködésekről? Itt mindenképpen szeretném kiemelni azt, amit egyébként utazásunk során polgármester úrral is megbeszéltünk. Maga a delegáció tagja is, de úgy gondolom Szombathely is büszke lehet azokra a civil szervezetekre, akik egyébként az elmúlt években is, és most ezen a táncelfeszten is rendkívül színvonalasan képviselték Szombathelyt, illetve ezt a kisebb régiót, ahol mi élünk. Ki kell emelnünk a Magori Ijász Egyesületet, a Vaskeresztesi Hagyományőrzőket, a polgármester úr által emlegetett kötélugró lányokat is, akik nem mellékesen egyébként az egész rendezvény egyik leglátogatottabb és legsikeresebb produkcióját adták elő. De feltétlenül említést kell tennünk egyébként a két plébánia közötti rendkívül elmélyült és tartalmas kapcsolatra is, hiszen az ottani egyházkerület és a Szent Plébánia templom között egy szintén nagyon régi múltra visszatekintő kapcsolatot lehet feljegyezni, illetve nagyon fontos megemlíteni azt a kapcsolatot, ami a Kaukbajrenni önkéntes tűzoltók és a Szombathelyi Tűzoltó Egyesület között van. Talán, bocsánat, hogy beleszólok, talán érdemes megemlíteni, hogy két iskola között is, igen, azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt írtak alá egy szerződést, ez a Premontbelei, ottani iskola közötti kapcsolat, úgyhogy ezek azok, amitől élő egy ilyen testvérvárosi kapcsolat. Engem nagyon megfogott ez a Szent Márton Egyház közösség közti együttműködés, illetve a Szombathelyi egyház közösség közti együttműködés, hogy, és ez már egy kicsit a jövőre utaló kérdés a részemről, hogy a Szent Márton évbe bekapcsolódnak-e a kaufbajreniek? Hát
ugye, mint ahogy beszéltünk, régi a kapcsolat, és minden esztendőben kétszer legalább jönnek. Az egyik az a Szalária Történelmi Karnevál, a másik pedig a Szent Márton ünnep. Tehát ezen a két ünnepen mindig itt vannak, és nyilvánvalóan, hogyha a jövő év Szent Márton év, hogyha a jövő évben lesz egy rakat, egy csomó Szent Márton rendezvényünk terveink szerint, hát nyilvánvalóan akkor a kaufbajreniek is ezen messze menően részt vesznek meg nagyon sokszor, és többen részt vesznek. Zarándokalatok lesznek, tehát az élő kapcsolat még hevesebbé, még szorosabbá válik. Azért egy kicsit térjünk vissza erre a Tanzelfestre. Igen, ez lett volna a következő kérdésem. Bocsánat, akkor lelőttem a kérdést. Tehát azért ez egy Németországban is párját ritkító rendezvény, hiszen a rendezvényen olyan 1500-1600 gyerek vonul föl. Tehát sok minden történik előtte néhány nappal, jól érzik magukat, a felnőttek is beszélgetnek, iszogatnak, eszegetnek, bemutatják a portékáikat, de eljön ez a bizonyos ünnepnap, és akkor kiürítik az utcákat, tehát eltűnnek az addigi árusok, és a gyerekek veszik birtokba a várost, a város főterét, és akkor felvonulnak. Ez valamikor az iskolák, valamelyik iskolai ünnepségnek a kiterjesztése egyébként, és eljátsszák azt a történetet, hogy Maximilián császár, akit mi itten ezen a fertáján a Európának, Miksa császárnak szoktunk nevezni, Maximilián császár 1497. május 5-én ott tett látogatását elevenítik föl és játsszák el, megfelelő történelmi hűséget mutató ruhákba, a látványos szép jópofa felvonulás, és mondom, az 1600 gyerek, hát különböző céhek képviseletében különböző figurákat utánozva megjelenik, és a tündériek aranyosak. Muszáj megkérdeznem, mert számomra egyébként látványos a hasonlóság, hogy mennyiben hasonlít és mennyiben különbözik a szombathelyi Szavária Történelmi Karneváltól karneválhoz, mennyire hasonlítható ez a fesztivál, ez a rendezvény, hiszen az is egy történelmi emléket felidéző, és a Szavária Karneválnak is erős történeti gyökere és tematikája van. Ahogy polgármester úr is említette, Miksa császár korát idézi meg elsősorban a Tanzelfest, míg nyilván a Szavária Történelmi Karnevál egy egészen más korba helyeződik. A grandiózus és a nagyságrend tekintetében körülbelül elmondható, hogy hasonló nagyságrendet képvisel mind a két felvonulás. Az egyediségét nyilván azért a Szavária Történelmi Karnevál már ugye Szombathelyből adódóan is azért némiképpen nagyobb, de a legnagyobb benyomást és a legnagyobb különbséget gyakorlatilag a két fesztivál között, ahogy a polgármester úr is említette, az jelenti, hogy egy 1600 gyermeket öltöztetnek ilyenkor be, és ők azok, akik a különböző cégeken keresztül bemutatják azt a kort, illetve megidézik azt a kort számunkra, illetve a nézősereg részére. Szóval már itten elkezdtem így ingatni a fejemet. Európa, vagy Közép-Európa legnagyobb történelmi historikus játéka, azért maradjunk abban, hogy a Szavária Karnevál. Nem betekedhet vele. Világos. Na most ez egy gyönyörű ékszer, talán egy kicsit rövidebb is, de hát ugye nálunk két nap tart a felvonulás, vagy két napi felvonulás van ott egy nap teszik. Meg igaz, egy nap aztán kétszer végig mennek, úgyhogy kilométerben valószínűleg ugyanannyit járnak, de mondom, hát ez valami egészen csodálatos ezek a
csöpségek, amint ottan beöltözve a történelmet idézik. Mi azt hiszem, a mi karneválunk nagyobb időtávlatot fog be, hiszen a római kortól egészen hát az idei esztendőben úgy tudom, hogy már világháborús, tehát az első világháborúnak a jelmezeit viselő emberek is részt vesznek a karneválon, tehát egy jóval nagyobb történelmi időt fog át a mi karneválunk, de hát az egyik ezért szép, másik meg azért szép. Lassan lejár az időnk, de egy kérdésre még van időnk, ami azt gondolom, hogy bár kódolva volt az előző beszélgetésben a válasz, de idén is jönnek-e a karneválra a kavbojreniek? Meghívtuk őket, és aztán szerintem természetes. Néhány olyan szereplő van, aki nélkül már a történelmi karneválunk is elképzelhetetlen. Tehát azt feltételezem, hogy idén igen, is... Igen. Az Artistika Namkára idén is tűzzsonglőr mutatványokkal igen. fogja megörvendeztetni a szombathelyieket és az ide látogatókat. Én köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és megosztották velünk a tapasztalataikat, illetve a testvérvárosi kapcsolatnak a különböző ágát, bogát. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, önöknek pedig köszönjük, hogy ma este is velünk tartottak, és tartsanak továbbra is a Szombathelyi Televízió műsorával, mert hamarosan következik a híradónk. További szép estét és jó televíziózást kívánok. Viszontlátásra!